A Dunaföldvári labdarúgó csapat a negyedbajnokság színfoltja volt éveken át, azzal, hogy helyi saját nevelésű játékosok foglalkoztatásában lett élcsapat, így tényező a megyei futballban. Tavaly a romlás virágai voltak észlelhetőek, arról is lehetett hallani a háttérben, hogy esetleg hamarosan feloszlik, esetleg meg is szűnik a csapat. Vaklármának bizonyult mindez. A tavaszi folytatásban egy harcos, lendületes Dunaföldvár futballozott eddig, amely megnehezítette például az élcsapat Tolna dolgát vendégként, és volt esélye a gólszerzésre a 2-0-ás vereséggel végződő mérkőzésen. Aztán pedig a szívósan védekező Bátaszéket otthon taktikus, okos játékkal győzte le, magabiztosan, látványos gólokat is lőve 4-1-re. Immáron egy visszatérő régi új edzővel, a szekszárdi származású, a csapatot már 2010-től 2 éven át dirigáló trénerrel, Hagymási Zoltánnal, aki immáron az egész dunaföldvári futball előrelépésért szakmai igazgatóként lesz felelős. Vállalásában túl azon, hogy a földvári klubvezetővel, Holler Ferenccel több mint remek, baráti kapcsolatot ápol, a klub anyagi helyzetének stabilizációja is fontos szerepet játszott. Tau az megjött, és a Holler Fecó az nálam tanult még annak idején a UEFA B-licencen, és itt jó kapcsolatot ápolunk, mi azóta is hetente beszéltünk, és itt azóta szépen minden fejlődött, és most megengedhetik azt maguknak, hogy, és én is nem tudtam följebb kerülni, hogy akkor most megkerestek novemberben, és akkor azt mondom, hogy jöjjek, hát szép feladatot adtak. Az 55 éves tréner a Szekszárdról induló híressé vált, ma az Egyesült Államokban dolgozó Tornyi Barnabás egyik hűséges tanítványa, Komárom megyében már eljutott az NB1-es pályaedzőségig, és NB2-es vezető edző is volt Tatabányán és Siófokon, Hagymási Zoltán. Közben az edzőképzésen, a B-licences tanfolyamon neves, válogatott játékosokat is oktatott a szakmára. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a Bogyiszlai Ántás iskola, aztán a Tolna ifi és a szekszárdi serdülő ifiből, tehát elkerülhettem Tatabányára. Tehát annak idején, akikkel én nekem a idézőbe beosztottaim voltak, azok voltak egy P. Nagy László, egy Fischer László, egy Kiprik, egy Plotár, ezek mind a beosztottjaim voltak, akiknek tapsoltam még a tévébe annak idején, és utána együtt dolgozhattam velük. Tehát nekem az, hogy én NB1-ig szakágvezető lehettem, én azt hiszem, hogy én erre nagyon büszke vagyok. A megye egyben edzősködni ezek után egyfajta törést, visszalépés sejtett a korábbiakhoz képest, vetettük közbe. Már öreg vagyok már, tehát sajnos ezt mondják, 55 éves leszek, és nehéz visszakerülünk az NB1-be. Tehát az én tanítottam is a licencen, a B-licencen 3 megyében és 10 éven keresztül az edzőket, nehéz visszakerülni. Szerettem volna most egy NB3-ba, tárgyaltam is 2 csapattal, nem én lettem a befutó, és akkor jött a megye 1. Dolgoztam én Komárom megyében is 2 csapatnál, ahol sikerült a megyebajnokságban másodikak lenni, elsők lenni, harmadikak lenni. Nem zavar már, tehát tudom, hogy hol a helyen, néha bánt, hogy most a szakmai tudással, de többen vagyunk így, megállnánk a helyünk. Szeretne újfent bizonyítani, és ezt a megye egyben nem profi körülmények között olykor nehezebb is megtenni. A dunaföldvári csapatok szereplésén mindenképpen le lehet majd mérni a sokoldalúan képzett, elszánt tréner munkáját. Tömegesítenünk kell az utánpótlásban, ott azért vannak hiányosságaink, 19 éveseknél 17, lefele már kicsit jobban nézünk ki, de a 7-9-nél is kell, tehát az kell, hogy legyen, hogy egy jó tömegbázisunk legyen utánpótlás szinten, és ilyen fiatal gyerekek játszanak, mint itt. Most ha Berényit kiveszem a belső védőmet 39 évével, akkor is 25,5, ha kiveszem, akkor 22-23 körül van az átlag életkorunk. Egyik legjobb a megyében. Tehát azt mondom, hogy fiatalok vagyunk, és most az a célunk, hogy ezek a fiatalokkal legyünk ott, ráérünk mi még NB3-ba gondolkodni. Ha egy zömmel saját nevelésű, illetve környékbeli játékosokból álló Dunaföldvár épül, alig hanem mindenki elégedett lesz, és a szurkolók is sokkal többen lesznek majd jelen a csapat hazai meccsein, mint az utóbbi időben.